Az adventi és karácsonyi időszak kedvelt, divatos szobanövénye a mikulásvirág. Az eredetileg Közép-Amerikából származó évelő növény különleges díszítő értékét nem az apró, jelentéktelen virágai, hanem az azokat körülölelő színes fellevelek adják. Bár igényes növény, ezért sokan csupán egyetlen szezonra vásárolják, ám helyesen gondozva a mikulásvirág akár évekig a lakásunk dísze lehet. De hogyan is lehet újra virágzásra bírni a különleges dísznövényt? Többek között ezt a titkot is elárulta nekünk a Monoron található Floratéka kertészet tulajdonosa, Túróci János. Magyarországon elsősorban mikulásra vásárolnak a vevők. Szerintem már a nevéből is adódik, mert mikulásra nyílik ki. Tehát hogyha nem sötétítünk is rá, most már ezek a fajták, korai fajták mikulásra kinyílnak. Hát karácsonyra még valamennyi, körülbelül a 10-15%-a marad meg nekünk. Külföldön inkább karácsonyi virágnak használják, vagy termelik, mert még a nevükben is az van, hogy ugye karácsony csillag, nálunk pedig ugye Mikulás virág pont. Ugye a Mikulással összefüggésbe kapta, gondolom, ezt a nevet valamikor. Színek tekintetében pedig ugye elsősorban, hát általában olyan 80%-a piros az a hagyományos, a piros az a... De azért nagyon keresik mostanában most már egyéb színeket is, mert vannak nagyon kellemes színek. Kapható fehér, fehérnek is többféle változata, ilyen krémfehér, hófehér, akkor van egy ilyen kicsit citromosba hajló fehér, akkor vannak a rózsaszínek, ugye nem mondtam, gyönyörű pinkek, a halvány rózsaszínek, sokféle színárnyalat van. Nagyon szeretik a tarka fajtákat, a pöttyös, a glitter nevűt. Mikulás virág most a termelés szempontjából nem túl igényes, annyiba igényes, hogy ugye tehát tápanyag igényes, az folyamatosan tápoldatozni kell. Meleget szereti, tehát úgy értve a meleget, hogy nem a forróságot, a nyári forróságot árnyékolnunk kell rá. De ilyenkor már bizony fűteni kell rá, mert a tizen... Pláne amikor ugye neveljük még, amikor fejlődik, akkor még a felevelek ki nem alakulnak, addig azért bizony olyan 16-17 fokokat kell rá tartani. De amikor már kész a növény, elérte a fellevelek szépen beszínesedtek, utána már elég neki a 14 fok is. A lakásban pedig, hát nagyjából ugyanezt kéne tartani a lakásban is, hogy túl melegen nem lehet tartani, mert hamar elnyílik, meg hamar kiszárad, hamar lehullik a levele, és tönkre megy. Öntözni pedig, hát normálisan, de rendszerességem van, minden virágnál, szinte naponta azt a szükséges mennyiséget adni neki. Ne álljon alatta a víz, amit felbír szívni ebből a kis tányérkából, onnan ahol annyi vizet adni neki. Nagyon fontos a fény igénye, elég nagy a mikulás virágnak, tehát nem jó. Én is, ha beviszem a nappalimba, a hátsó sarokba beteszem otthon, hát bizony pár hét alatt lehullik a levele. Van ismerősöm, aki egy ilyen déli üvegfal mögött, ilyen fűtetlen előtérbe, még következő év nyarán is piros neki, és csak csodálom. Elnyílott, hát egy hűvösebb helyre tenni, visszavágni, de én azt ajánlanám, hogy visszavágást inkább majd tavasszal a vegetáció indulása előtt kellene megejteni, hogy olyan 10 centire, de úgy mondom inkább, hogy rügyek elindulnak az oldaláról, hogy olyan 3-4 rügyet hagyni rajta mindegyik ágon, és akkor úgy egy nagyobb cserébe beleültetni, és nyáron szépen zöld levelekkel ugye kifejlődik a növény. Az őszi időszakban önmagától is abba hagyja ugye a vegetációs növekedést, és akkor elkezd virágot hozni. Ez egy jelentéktelen kis apró virágja van, de fellevelek akkor már elkezdenek színesedni, ha nem a szobában rávilágítva, mert érzékeny a villanyfényre is. Vagy beteszi egy sötét szekrénybe, vagy egy nagy kartondobozzal leborítja, úgyhogy 8 óra fényt kapjon, a többi sötét legyen. Ugyanúgy, mint a krizantén, akár anyák napjára is ki lehetne ezt virágoztatni. A vevőknek ajánlanám, hogy mikor vásárolnak, fogják az áruházba, megvásárolják, és a kocsin, a bevásárló kocsin tolják ki az autóhoz a -5 fokba. Kész, annak a növénynek annyi. Tehát
fagyérzékeny. Annyi nem csak fagy, hanem a hidegre, tehát 5 fok alatt valahogy be kell bugyolálni, ha megvásárolják, és úgy kivinni a kocsiba, illetve a kocsiból a lakásba. Nagyon fontos.